Sziasztok, kedves ARTV nézők! Ismét elérkezett az alkalom, hogy bővítsük saját ismereteinket, ezáltal bővíthessük a ti ismereteiteket is. Egy újabb márkával volt szerencsénk megismerkedni, mely nemrég teljes erőbedobással befukarkodott az itthoni márkaboltok polcaira is. Ez nevezetesen az angol Quad nevű cég, akinek most az egyik úgymond középkategóriás állványos hangsugárzóját mutatjuk be nektek. Ez itt nevezetesen a mellettem látható Quad S2. Kíváncsiak voltunk erre a jövevényre, illetve a mögötte álló márkanévre több szempontból is. Nyilván sok információt megosztunk veletek a cikkünkben, itt csak megalapozzuk azt a, megnevezzük azt a kíváncsiságot, ami vezérelt minket, amikor elkezdtük ezt tesztelni. Ugyanis a Quad egy nagyon régi cég, ráadásul angol cég, nagyon sokan éreznek egyfajta megelőlegezett szimpátiát az angol hifi márkák felé, hiszen nagyon jó minőségűek általában, nagyon szépen szólnak, és ilyen kis szofisztikált a megjelenésük, ugyanez elmondható a Quadról is. Ugyanakkor, ami miatt még érdekes az ő filozófiájuk, termékkínálatuk, jelenlétük, az az, hogy a Quad nem komponensekben, hanem elsősorban komplett rendszerekben gondolkozik, így ez, hogy ahogy mi most bemutatjuk, illetve ahogy mi kipróbáltuk ebben a jelenlegi tesztben, ez csak egy félig hiteles képet mutat be a márkáról, hiszen akkor lett volna ez 100%-osan hiteles, hogyha a Quadnak a saját ehhez a hangfalhoz választott, javasolt erősítőjét is bevontuk volna a készülékláncba, bizonyára lesz majd ilyen alkalom is. De most beszéljünk végre egy kicsit az S2-ről is. Hogyha valaki egy kicsit mélyebben beleásta már magát a hifi világába, akkor bizonyára rájött, hogy egyes technológiák, eljárások ismétlődőek, illetve variálódnak, de nincsen új a nap alatt, úgymond. Vannak bizonyos technológiák, amik bizonyos cégeknél beváltak, és akkor ezt fejleszgetik, alkalmazzák, és például magas sugárzók között van egy érdekes technológia, a ribbon magas sugárzó, ami bizonyos cégeknél igen elterjedt, és van a másik, ugyancsak meghatározó, jellegzetes megoldás, a Kevlar, amit körülbelül 70-es évek óta alkalmaznak hangszóró felületanyagként. A Quad S2 az első olyan hangfal, amihez nekünk volt szerencsénk, és egy dobozba zárva kínálja a Ribbon és a Kevlar által nyújtott karakterisztikai adottságokat, illetve technológiákat. Az az érdekes, hogy noha mindegyik hangfalgyártónak van egy rájellemző sajátos karakterisztikája, ugyanez egy kicsit elmondható ezekről az előbb említett technológiákról is. Így aztán óhatatlanul megkapjuk azokat a sajátosságokat, amik a Ribbon magassugárzóra és a Kevlar mélyközépre jellemzőek. Ezek jelen esetben abszolút előnyösen mutatkoztak meg. Kipróbáltuk többfajta zenével, többfajta terhelési szinten, többfajta erősítővel is a Quad S2-t, és ebben az árkategóriában hallottunk már olyan hangfalakat hasonló méretben, amik esetleg intenzívebb basszus kifutással rendelkeztek, erőteljesebb, alacsony frekvenciákat tudtak kiadni, vagy mondjuk egy kicsit puhább, szofisztikált tónusaik voltak, egy kicsit gyengédebben közölték a frekvencia spektrumot, egy kicsit kellemesebb volt hallgatni őket. Viszont az S2 eddig az egyik legjobb olyan hangfal, ami térábrázolás szempontjából, hogy is mondjam, kivívta az elismerésünket. Sok esetben látunk ilyen ígéretet a hifi katalógusok, meg a gyártó weboldalain, hogyha becsukod a szemed, akkor rá tudsz majd mutatni a zenészekre, és ez nagyon sokszor nem feltétlenül a hangfalak miatt, de nem tud megvalósulni rendesen. Viszont itt ez a két hangszóró olyan szépen összedolgozott, és olyan előnyösen mutatkoztak meg az adottságaik, hogy gyönyörű szépen rá tudtunk mutatni ténylegesen a zenészekre. Nagyon ügyesen fel tud építeni egy viszonylag mély és árnyalt háromdimenziós hangszínpadot jó felbontással, élénk, csilingelő magas frekvenciák, egy kicsit inkább szárazabb, transzparensebb közepek és nem túl erős basszusok. Egy abszolút könnyed és zenei hangzással rendelkezik az S2. Illetve ez a bizonyos sarok, amiben most is áll, ez basszusok szempontjából eléggé
turbulencia hajlamos, úgymond. Magyarul, hogyha ide letennénk egy ennél kicsit nagyobb hangszoróval, nagyobb testtel rendelkező hátsó reflexes dobozt, akkor elég hamar begerjednének a basszusok szinte az egész szobában. Ennél a kis doboznál viszont nem tapasztaltunk ilyen nem kívánatos mellékhatást, ugyanis az átlagosnál kisebb az ő kipufogója. Ennek megvan az az előnye, hogy aránylag visszafogottan kezeli a basszusokat, nem akar feltétlenül felpumpálni mindent. Megvan az a hátulütője, hogy mivel ez nincsen geometriailag teljesen azért úgy igazítva, hogy a lehető legszellősebb, legnormálisabb módon kezelje a basszusokat, egy kicsit lehet érezni azt, hogy olyan 60-50 Hz alatt valahogy egy kicsit olyan ingataggá, bizonytalanná válik a dinamikai árnyalás, nagy terhelésen pedig előjön az, hogy ez egy kicsi doboz, hogy egyszerűen nem alkalmas arra, hogy szét dühöngje magát, még egy kicsi szobában se biztos, határozott és dinamikus, de nem az a, tehát nem lehet olyan teljesítményt elvárni tőle, amire fizikailag nem lenne képes. Ezt észben kell tartani, hogy a kicsi dobozok, különösen az S2, ezek finom zenehallgatásra, elmélyült hallgatózásra nagyon jók, hogyha valaki preferálja a nagy hangerőt és a combos ütősbasszusokat, akkor arra vannak másfajta hangsugárzók. Egy-két apróságot megjegyeznénk a design tekintetében is, ugyanis az S2 az már egy kicsit a szoba dísz kategóriába is sorolható, abszolút civilizált, kis takaros megmunkálással büszkélkedhet, mind a terminál, mind a csatlakozók minősége szerintünk elég ügyesen el lett találva. Átjön egyfajta minőségérzet, illetve a külső, ez egy ilyen mahagóni jellegű vöröses mintázat, ez is nagyon szép. Ti most ezt nem biztos, hogy látjátok egy videón keresztül, de élőben tényleg dekoratív és egyszerűen kellemes látványt nyújt. A design az persze egy szubjektív dolog, meg nem ez az elsődleges, ami befolyásolja az eredményt, de hogyha erre ránéz az ember, akkor lehet egy kicsit érzékelni azt, hogy a quadnak ez a szolíd érzete, ez a kicsit hangszer jellegű, kicsit technikai megjelenés, ez abszolút dominál. És ez egy olyan design, ami nem mondható átlagosnak, de hivalkodónak sem. Úgyhogy szerintünk ez egy csinos doboz. Mindent összevetve tetszett nekünk a Quad S2, főleg azoknak tudjuk javasolni, akik elsősorban hangszeres zenét szoktak hallgatni, és hogyha a manapság domináns divatirányzatoknak megfelelően inkább az internetről hallgatnak zenét, akkor sem csak internetrádiót vagy Spotify-t, hanem mondjuk Tidát is hallgatnak, vagy legalább bármit, ami legalább CD minőségű. Nagyon nagy felbontásra képes ez a rendszer, úgyhogy ha már kifizetünk érte közel 300.000 forintot, akkor érdemes megilletni őt a hozzá méltó stúdió minőségű anyagokkal is, illetve törődést igényel olyan szempontból, hogy bizony le kell ülni elé, vele szembe, a középpontba, akkor viszont egy nagyon szép térhatás jön létre, és megismerhetjük a felvételt úgy, tényleg, mintha egy stúdióban ülnénk. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor ti is meg tudjátok hallgatni. Számos egyéb Quad termékkel együtt már ő is elérhető Magyarországon. Reméljük, hogy előbb-utóbb beszivárognak a Quad erősítők is. És hogyha egyéb zenehallgatási tapasztalatokra vagytok kíváncsiak vele kapcsolatban, akkor olvassátok el a cikkünket.